Hölgyeim és uraim, kedves hölgyek! Először is engedjék meg, hogy megköszönjem, hogy itt lehetek, megköszönjem a meghívást, és kérem engedjék meg, hogy külön tisztelettel és sok szeretettel köszöntsem önöket, a hölgyeket, közösségünk női tagjait a Szent Katalin-a alkalmából. Hiszen ez egy ünnep kapcsán nem egy napról emlékezünk meg. Nem egy esemény okán köszöntjük önöket, a nőket, asszonyokat, anyákat és lányokat, hanem egy több évezredes történelmi folyamatot ünnepünk, amelynek során a nők komoly küzdelmek és áldozatok árán kivívták maguknak a nekik amúgy is kiálló tiszteletünket, megbecsülésünket, és talán mondhatjuk azt is, hogy a teljesen volt. Ugyanakkor a tavasz kezdetén az újjászülető természet időszakához közel legalább egy fontos nézőpontot érdemes figyelembe vennünk, amikor női ismerőseinket, barátainkat és családtagjainkat közöttük. Azt a folyamatot, amely a nők évszázadok óta tartó küzdelmében gyökerezik, és célja, hogy a nők a férfiakkal egyenlő feltételek mellett vállalhassanak részt a társadalomban, és ennek elismerése is a teljesítményünkhöz mérhető legyen. Mindennek mélységét és jogosságát talán Szent Ágoston gondolata fejezi ki leginkább, amely amik. Ha Isten a nőt a férfi urába akarta volna tenni, Ádám fejéből vette volna ki. A rabszolgájává, a lábából. Ám de oldalából vette, mert élettársává, egyenlő párjává akarta. Tisztelt hölgyeim! Bár most lehetne, mégsem teszem, hogy felsorolom az elmúlt évek nőket érintő politikai intézkedéseit, hogy számtalan elhangzott, a 40 év munka után nyugdíjba vonulás lehetőségétől a védesanyák munkájú piaci újjászra való visszatérés és segítő támogatásokon, a bölcsöde és óvodaépítési programokon át számos kedvező család és foglalkoztatás politikai eszközé. Higgyék el, csak a felsorással bőven túl tudnám védni a rendelkezésre álló időt. Inkább klasszikusokat hívok segítségül a méltatásra, elkerülve annak veszélyét és esélyét, hogy közhelyre fogalmazzak meg. Tisztelt hölgyeim! Jöjjön tehát segítségbe a klasszikus. Két fokból szoktuk bámulni a csillagot, mert vagyok és mert kívülképzetlen. Közvetlen közelükben azonban van egy sokkal elművelő és sokkal mélységesebb titok, a nő. Viktor Hugo örökérvény igazságával is következik, hogy nehéz a nőkről, a női életről beszélni, pláne hölgyek társaságában. Tisztelt hölgyeim! Egy újabb évet. Egy ellen van. Azt a nyokban nem szól a vitatkozni. Miért? Mert az asszonynak úgy is igaza van. A leghosszabb vitatkozásnak is az a vége, hogy az asszonynak igaza van. Miért? Ne előzzük meg akkor. Mire való a sok beszéd, a sok keserűség? Mert az asszony nem azért vitatkozik, hogy meggyőzessék, vagy más meggyőzhet. Érzés az asszonynál mindent ellentmondás. És azért van igaza, mert nem a fejével vitatkozik, hanem a szívével. A fér pedig könnyen vélem, de a szív soha. Nem tudom, hogy Móricz Zsigmond ezekkel a mondataival tévedette vagy sem, de Jókai Anna és Szabó Magda biztosan nem, amikor tőlük ezt a két mondatot, persze külön-külön, elmondhatom. A férfi teremti a világot, a nő pedig megtartja és gondozza. A másik. A nő erős, bátor, és ha felismerje maga küldetését, mindenre képes és alkalmas. Bevallom, a férfiak sokszor gondolják, talán kicsit érzelődtek, amik szervantal egyetlen mondatban tudod sűríteni. Így szól. A nő mindegy formát, csak az egyik ilyen, a másik olyan. Aztán a következő pillanatban engedelmesképpen már gárdóval gondolhatunk, ami így szól. A nő olyan fele a férfinak, mint akarnak az éj, a lombnak a virág. Csak ránézni is gyönyörűség. Hát még ha ő tekint szerte rá, semmi sem szed, jobb édesen. Testének szépségét felül nem múlhatja, a művészetnek semmi nem kell. Lelkének édessége, földi különbség. Tisztelt hölgyeim! Azt mondják, a női lélek kifőkészhetetlen. Móricz Zsigmond egy másik írásában mégis megfejtette, legalábbis úgy gondolom, egyik szerepét. Itt szól az idézet. Ha egy nő szeretet érzik,
akkor az a nő ér és vidám, és mindenkivel tud cselekni, csacsogni és kedves lenni, mert a lelkében boldog. A férfiak nem érthetik azt meg, hogy a nő csak abban az esetben érzi magát függetlennek és mindenkivel szemben feszelennek, ha tudja, hogy szerette van. Akkor lehet. Akkor úgy érzik, hogy olyan szabad, mint a madár. De a madár is visszajön, esélye a férfivel. Még akkor is igaza van az előbb gondolatnak, úgy gondolom, ha Agatha Christie-vel szólva, a férfiak és a nők másképp viselkednek, mint azokban a helyzetekben. Valójában a férfiak tartoznak az érzékenyebbnek, a nő keménynek. Folytatva ezt, ahogy egy portás írónál olvassuk. A történelemben többnyire a férfiak a hősök. A személyes élet mindenben a fő. Így hát, a sosok ígérettán, következtetésként, tisztelt hölgyeim, hős férfi nem is lehet hős nőnél. Vagy elvileg is mondhatjuk, férfi nem létezik nőnél. És azt hiszem, ez fordítva is igaz, hiszen a teremtés folytára is ez. Így összefoglalva mondhatjuk, hogy a szeretett és tisztelt nő a családi tisztelet folyton izgó parasa, a szeretteiért mindig áldozatra is tettekész, a viharoknak ellenálló szilárd szikla, de a nő erőmű is lendületet, energiát ad a vállalatoknak, településeknek, munkahelyek és civil közösségeknek, és persze leginkább a fővénynek, férfi szeretett családjának. Mi férfiak pedig csak